Ferencvárosi Közösségi Alapítvány egyik legfontosabb tevékenysége a kerületi programok pénzügyi támogatása, finanszírozása. Szinte bármilyen olyan program érdekel minket, amely a kerületet jobbá, szebbé, befogadóbbá, élhetőbbé teszi. Az elmúlt 3 éven több mint 10 millió forinttal támogattunk lakossági kezdeményezéseket, közösségi programokat. A mai rendezvény is a támogatásosztással kapcsolatos. A közterek alapból 2015-ben 700 000 forinttal támogattunk 5 olyan programot, amely a kerületi közterekkel kapcsolatos. A projektek már a véget értek, a munka befejeződött, és fontos volt számunkra, hogy a támogatott programok képviselőit, a támogatókat és minden olyan személyt egy terembe hozzunk össze, aki részt vett a támogatásosztásban, az eredményeket megbeszélhessék, és a jövőről is véleményt cserélhessenek. A közösségi alapítvány olyan támogatásokat oszt, ahol a támogatók kerülethez kötődő cégek és magánszemélyek, tehát ugyanúgy számít nekik az a kerület, az a környezet, ahol a projektek megvalósulnak. És azt látjuk, hogy a támogatók számára azért jelenleg a legnagyobb döntési faktor az az, hogy ők bíznak ebben az alapítványban, és úgy gondolják, hogy ha nekünk adják ezt a pénzt, akkor mi ezt átláthatóan, jól megfontolt szakmai szempontok szerint fogjuk továbbadni, és mi nagyon köszönjük is ezt a bizalmat. Mobil anyahajó projektet szeretném most bemutatni. Ez egy szabadtéri objektum, gyakorlatilag egy játszóplac, amit bármikor, bárhol szabad területen fel tudunk építeni. A látvány terve az így látható. Ezt az egyik önkéntes édesanya tervezte, egy építész. Ezek alapján, a tervek alapján jöhetett létre a projekt, az FKA segítségével az ő pályázatukon indultunk, és nyertünk erre pénzt. És úgy gondolom, hogy az FKA-nak az alapját érdemes tényleg támogatni, mert olyan helyi igényeknek megfelelő projekteket karolnak föl, ami tényleg sokaknak az igényét tudja kielégíteni. Ennek a projektnek az volt a célja, hogy felfedezzük Ferencváros értékeit, és tudatosítsuk, hogy mennyire jó kerület, mennyire remek sztorik vannak itt a házfalak között. Ugyanis egy a térképtűket idéző és emléktáblához hasonlatos piros színű jelölő az, amin keresztül a mobiltelefonunkat használva beolvashatjuk egy QR-kód segítségével a bizonyos épületeknek a régi történetét. Azért jöttünk ide erre a helyszínre, mert ez egy nagyon izgalmas tér. Ugye a Markusovszki téren vagyunk a Ferencvárosban, és ez gyakorlatilag egy kultikus helynek számít, hiszen ennek a falnak a túloldalán volt az egykori Blue Box, a Kultiplex, innen indult a Tilos Rádió, és hát ezen a falon, itt ebben a fehér sávban lett volna egy csodaszép színes gyerekfal. Osztos István építész volt az, aki pályázott hozzánk ezzel az ideával, hogy ferencvárosi gyerekek rajzaiból ide készüljön egy falfestés. Mi egy szerényebb összeggel tudtunk volna hozzájárulni ehhez a nagy projekthez. Egyelőre sajnos még nem sikerült támogatókat találni, ezért ez a megvalósítás még várat magára, de reméljük, hogy a jövőben ezt fogjuk tudni támogatni. Kialakulhatott egy ilyen nagyon mini közösségi kert lakótelepen ezzel a projekttel, amit nagyon sokan együtt gondozunk, és nagyon sokan részesülhetünk ennek a terményeiből, illetve vihetjük le a zöld hulladékainkat a komposztlerójába.
a munka az összekovácsolt, tehát amikor együtt kellett kalapelni, meg leütni a karót, az úgy nagyon megerősítette ezt a mi kis közösségünket, illetve a környező házaknak a lakói is itt megcsodálták a dolgot. Volt, aki odajött, hogy az ő házuk előtt nem akarunk-e esetleg egy ilyet csinálni. A szerzetes rend központja és a Magyarországon élő nővérek legnagyobb létszáma ebben a közösségben él, itt a patrona épületével egy közösségben. Egy hosszú ünnepség sorozatot rendeztünk, már szeptembertől kezdve, amire pedig a Kolostor a Kőrengetegben projektet indítottuk, vagy szántuk, az pedig ennek az ünnepség sorozatnak a záró ünnepe volt. Egy kávézóba való meghívás, egy forralt borozás, egy kis sütemény, illetve a kávézón keresztül a nővérek életének a bemutatása volt, betekintés egy kicsit az életterünkbe, pont ebbe a kertbe is, ahol most állunk, bár ez novemberben nem egészen ilyen frissen nézett ki. A rendezvény kapcsán, mint támogató, az érdekelne bennünket, hogy az összeg, az a szerény összeg, amivel hozzájárultunk az alapítvány munkájához, az tulajdonképpen hogy hasznosul. Én bízom benne, hogy ez egyre szélesebb körben fog elterjedni, és az ilyen kezdeményezések nem csak Ferencvárost, hanem egyéb területeket is szebbé varázsolhatnak. Mi büszkék vagyunk rá, és igazi unikumnak tartjuk, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnál, amikor egy pályázati menetben, a döntéshozatali folyamatban vagyunk, akkor meghívjuk a támogatókat is, akik ahhoz az alaphoz hozzájárultak, illetve azokat a szakembereket, akiknek úgy gondoljuk, hogy a tudása sokban segítheti a mi döntésünket. Így a közterek alap esetében részt vett a folyamatban egy helyi vállalkozó, támogató, részt vett egy várostervező szakember, egy közösségi tervező szakember, és Ferencváros főépítésze is köztünk volt. Én úgy gondolom, hogy jó is, hogyha tudják, hogy ez a pénz, amit bárkibe is, bármilyen projektbe is investáltak, azzal mi lesz, hogy a nyomon követhetőség meglegyen, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokan akár aktív élvező is ennek, tehát ugyanúgy használják ezeket az objektumokat, ezeket a köztereket, sajátjukénak érezhetik, és én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy talán azért is ad, mert utána ő is haszonélvezője lehet, vagy pusztán a tudat, hogy támogatott egy olyan célkitűzést, egy olyan projektet, amivel sokaknak örömet okozhat, ha nem is használja effektíve. Azt érezzük, hogy az emberek és a kerület lakosai, vagy a kerületnek fontos emberei rakták tulajdonképpen össze azt a lehetőséget, hogy mi véghez vihessünk egy projektet, és egy olyan párbeszéd tudott így kialakulni, akár ismeretlen arcokkal is. A közösségi építkezés tulajdonképpen az alapja annak, hogy valami sikeres legyen. Az alapítvány ezt a hit szerepet próbálja betölteni, hogy aki támogatni akar itt, akinek ötlete van, aki megvalósítaná egy elképzelését, azt találja meg a Ferencvárosi Közösségi Alapítványt, és fogunk tudni abban segíteni, hogy ez a legjobban sikerülhessen.